amit a nyugat-európaiak nem tudnak megtanulni, mert ők ahhoz vannak szokva, hogy bal, jobb, egy, kettő, bal, jobb, mennek a majdok. Ugye a zenéjük is ez a tuc, régen meg volt a touch, ennyi volt. Ez megy nekik, vagy az umcaca, ez megy nekik. Amikor a kettőt összekeverjük, egyszer azt mondjuk, hogy egy, két, há, egy, két. Ezt már nem tudják. Pedig nekünk, magyaroknak, önök ezt a dalt biztos, hogy az életben nem énekelték még. Egyrészt, mert a helypávát nem szokták énekelni otthon reggel, délbe, este. Másrészt, ez nem a helypávának a szövege. Tehát jól össze van keverve a két dolog. És mégis, amikor elkezdem játszani, akkor tökéletesen érzik, hogy van ez az 1-2-H-1-2-H-1-2. Miért? Mert az kit a ritmus itt van a szívünkben. Tehát ez egy más világ. Igaz? Tehát ez egy teljesen más világ. És nem csak a zenéje más, hanem a szöveg, ami nem egyszerűen egy dalszöveg, hanem ez egy szertartás, hiszen hogyha az ég megnyílik, és az égből lejön valaki Júliáért, az ő mennyasszonyáért, akkor ez a történet, ez nem mese, nem ballada, hanem egy ősi, szertartási ének. A legtöbb ősvallásból maradt kincsünk a nép ajkán maradt fönn, és ezért annyira fontos az, hogy Bartók Béla még az utolsó pillanatban, amikor a történelmi Magyarország elkezdett széthullani, ő még elindult és gyűjtötte azokat a dalokat, az ilyen fajta eredeti, több ezer éves múltra visszatekintő magyar kincset. És mondhatjuk azt, hogy nekünk nem 50 népdalunk van, mint a norvégoknak, nem 250, mint a németeknek, hanem mennyi? 200 ezer. Olyan hihetetlen mennyiségű népdal kincsünk van, hogy az egész világot el tudnánk vele látni. Kiszeli István ezt mondta ma délelőtt az előadásban. Tényleg? 200 ezer. Nagyon örülök neki, csak annak nem örülök, aki mondta. Én mondtam. Már könnyű neki mondani. Hát ez mi a csuda? A Károli Gáspár féle első nyomtatott magyar szentírásnak a... Melyik könyv is? Ez az Ószövetség Ézsaiás könyve 38. rész, ahol a szkítákról beszél. Beszél Gógról és Magógról. Azt mondja, hogy Gog és Magog fiait el kell törölni a föld színéről. Le kell őket gyilkolni, ki kell őket írtani. Oda kell hívni a föld madarait, a föld állatait. És azt mondja neki, egyetek húst és vért igyatok. Na hát ez az az ősi üdvtörténeti konfliktus, amiben most is vagyunk, valamennyien devizahitelesek. Meg van írva az Ézsaiás könyvébe. Tehát van egy nép, amely a másiknak a totális kiirtására törekszik, és van egy másik, amely birka módon tűri ezt évezredeken keresztül. Hiszen az előnépeink, önöknek nem mondták azt el általános iskola 5. osztályában, hogy az a bizonyos honfoglalás az azért történt, mert a kazár birodalom, amellyel ilyen szomszédsági viszonyban voltunk, voltak olyan szállásterületeink, amelyekre a kazárok azt mondták, hogy ez az övék, mi meg azt mondtuk, hogy a miénk. És akkor jött a kazár Kagánnak a küldötte, hogy ő az ősi napvallását feladta, és áttért egy nagy történelmi vallásra, mert délen a szaracén szorongatja az a szaracén, amely iszlám hitű, amely Mohamedet követi,
vagyis ugyanaz, mint a mai Irak, Irán és egyéb iszlám országok. És azt kérik, hogy térjenek át a kazáruk az ő vallásukra. De a kazár kagán nem akar áttérni a szaracénok hitére. Majd jön a bizánci birodalom, és azt mondja, hogy legyetek keresztények. De a kazár kagán keresztény sem akar lenni. És azt mondja, hogy van egy vallás, amely mind a kettőben, az iszlámban is és a kereszténységben is megtalálható. Melyik ez? A zsidó vallásnak a könyvét beemelték a keresztények, legalábbis a nyugati keresztények, és az iszlámban is előfordulnak utalások, idézetek ebből a könyvből. És a kagánnak a küldöttje jön a magyarokhoz, a magyaroknak a vezetője 840-től Álmos, egészen az úgynevezett honfoglalás, valójában hon visszatérés idejéig. És amikor Álmos felismeri azt, hogy ő nem tud harcolni három birodalom ellen, mindegyik a saját hitére akarja téríteni, az iszlám azt akarja, hogy legyen mohamedán, Bizánc azt akarja, hogy legyen bizánci keresztény, ami már akkor kezdett különbözni Rómától, a nagy egyházszakadás csak majd 1054-ben következik be, de már a bizánci kereszténység az már jelentősen másabb, mint a római kereszténység. És ott van a harmadik vallás, amit aztán rá akarnak kényszeríteni Álmos törzseire, hogy mi a kagán áttértünk a zsidó hitre, és neked kötelességed áttérni erre a hitre, mert egy hiten erős a birodalom. És Álmos harcokba kezd, majd a harcoknak az lesz az eredménye, hogy felméri, hogy ugyan hősiesen küzd a serege, de elporlad az utolsó emberig, ezért inkább visszatér őseinek a földjére, a Kárpát-medencébe, ahol egyébként is Attila jogán ő nem bevándorló, hanem őshonos. Tessék, parancsoljon! Adi Endre, nem tudom, hogy a szerkesztőd, most volt egy ahol és magunk fia vagyok én, egy zsidó nőtt, és egész életében a lányomról Az a baj, egy kicsit rosszul hallom, de Gog és Magogig tudom követni. Igen, hogy a Adi Endrének, hogy Gog és Magog fia vagyok igen. Én, mert gyötrődött egész életében gyakorlatilag, hogy egy zsidó nőtt, és hogy csak magyar. Biztos, Adi Endre megírta, nagyon köszönöm szépen, hogy ezt mondja. Ez, hogy a Gog és a magyar. 1911-ben megírja az új verseknek az első oldalára egyfajta ajánlásként, Gog és Magog fia vagyok én, és akkor az Ezékiel 38-ra rímel, mert onnan tudjuk, hogy ki az a Gog és ki a Magog, tehát a szkitáknak a királya, egyébként is a magyarok Magognak, a Magog király leszármazottainak tartják magukat. És Adi Endre, amikor megírja ezt a verset, ugyanabban az évben, 1911-ben Bartók megtalálja a saját hangját, a Zaratusztra nyomán elindulva tudja azt, hogy az ősi szkita gyökerű zene mentén kell elindulni, és ott van az igazság, ott van az a zenei mag, amiből mi tudunk táplálkozni.
végigjátszani, mert hosszú, nem hosszú, egyébként 3 perc. De nem az a lényeg, hogy most ezeket a darabokat ilyen koncertszerűen megmutassuk, hanem hogy megértsük az egészet. Ennek az Allegro Barbarónak is valójában, amikor Bartók megírta ezt a darabot, akkor belecsapott a közepébe. A szertartásnak a legvégét mutatja. Ez a zene, ez a három hangos zene, ugye? Mert ennyi, hogy... Kész, erre épül az egész. Ez, amikor elindul a darab, akkor már a szertartásnak a végső szakasza egyfajta ilyen extatikus része zajlik. Azt nem szokták megmutatni, hogy milyen lehetett a szertartásnak az eleje. De hogy nem így kezdődött, az biztos. Valahol sokkal lassabban kezdődött. Ez egy olyan darab, amit le lehet darálni, meg lehet azt mondani, hogy hát nincsenek különösebb jelentősége. De mégis a zenetörténetet megváltoztatta, és ez volt az a pillanat, amikor Ady Endre és Bartók Béla egyszerre jött rá arra, hogy Gog és Magog fiai vagyunk, itt vagyunk a világ égés küszöbén, Magyarországot le akarják radírozni a föld színéről, és nekünk meg kell keresni azt az üzenetet, amit kapunk, amit hordozunk a lelkünkben, és ami bennünket idáig elhozott, és ami megtart. Ez volt az Allegro Barbaro, és aztán sok változatban ismétlődött, és mondhatjuk azt, hogy egy teljesen új világot teremtett. Egyébként ennek a darabnak vannak olyan részei, amelyek egy az egyben annak a kornak a motorikus mozgásait, a gőzmozdonynak az indulását idézik. A darabnak a közepét biztos ismeri.